mértékű. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Arbofest az Isaszegi út melletti arborétumban. Tudhattuk meg a rendezvény sajtótájékoztatóján. A május 23-án és 24-én sorra kerülő eseményen a gyermekeknek szóló játékos programok mellett a szülők is részt vehetnek a sportversenyeken, vagy válogathatnak a koncertek közül. A fesztivál keretei között rendezik meg a második helyi élelmiszerfesztivált is, így különleges finomságokban és receptekben sem lesz hiány. A környezetvédelem iránt érdeklődők számos előadást hallgathatnak meg a témában, és a gödöllői civil szervezetek is bemutatkoznak az eseményen. A szervezők sátrak felállításával készülnek a változékony időre, és a programok jelentős része a haszonállat génmegőrzési központ nagy termében is megtartható, így semmiről sem maradnak le a látogatók. A fesztivál nem csak a központ vagy a Pilisi Parkerdő ZRT, de Gödöllőváros önkormányzata támogatását is élvezi, hiszen a rendezvény az Ökováros program koncepciójába is jól illeszkedik. A non-profit rendezvény támogatásáról és a programokról a www.arbofest.hu honlapon vagy a rendezvény Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.